Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Ma egy kicsit a művészetről fogunk beszélgetni, és a sportról. A kettő kapcsolódhat egymáshoz, főleg akkor, ha folytatódik az Alba-Fehérvár kosárlabda, illetve kézilabda csapat által meghirdetett rajzpályázat. Erről esik szó, és olyan vendégeim vannak, akikkel érdemes erről beszélgetni, és érdemes őket megismerni is, hiszen Székesfehérvár sportváros, ezt tudjuk mindnyájan, fantasztikusan szerepel a Molvidi labdarúgó együttese, a jégkorong csapatról, mindkettőről meg kell, hogy emlékezzünk, hiszen most jutottak be a négy közé, tehát a rájátszást is a Volán itthon kezdi. A kicsik, tehát a titánok is remekül szerepelnek. Az Alba-Fehérvár női kézilabda csapata nem különben, és hát úgy tűnik, hogy magára talált az Alba-Fehérvár kosárlabda csapata is, új edző, új szisztéma, és azt hiszem, hogy nem lesz okunk aggodalomra. Tehát akkor rajzpályázat, és vendégeim pedig Peringer Balázs, az Alba-Fehérvár kosárlabda csapatának centere. Szervusz, tisztelettel köszöntelek. Percéder Orsolya, az Alba-Fehérvár női kézilabda csapatának erőssége. Szervusz. És Horváth Éva, az Alba-Fehérvár marketing menedzsere, aki gondozza ezt a fantasztikus rajzpályázatot most már esztendők óta. Szervusz. Ahhoz, hogy viszont tudjunk beszélgetni, hát ismerkedjünk meg a vendégekkel. Balázs 213, tehát ez most nem látszik, tehát természetesen center a posztja, MAVS-ból jöttél hozzánk, de ugye azt tudnunk kell, hogy két bajnoki címed van a Szolnoknál, a mi örök riválisunknál, aztán mégis erre vezetett az utad. Így van. Az első profi klubban ugye Szolnok volt nekem. Így visszagondolva nem bántam meg, hogy régez voltam. Ugye ott tudni kell, hogy Szolnok, én nagyon keveset játszottam, inkább csak a nagy csapatban a padon ültem, de megtapasztalásra mindenképp egy nagyon hasznos időszak volt. A nagy csapattal tudtam edzeni, mellette rendszeres játék lehetőséget kaptam a B csoportban, a fiatalokkal is minőségi edzésmunkát tudtunk végezni. De úgy éreztem, hogy változásra van szükségem, ahhoz, hogy egy ilyen magas szintű csapatnál mondjuk tudjak játszani többet, ezért eligazoltam Budapestre. A Vasasban volt, töltöttem jó másfél évet, és ugye a tavalyi szezon második felében pedig a MAVS csapatában játszottam, ahonnan a playoutból sajnos kiestünk, így idén a MAVS nem indulhatott ugye NB1-A csoportban, én viszont szerettem volna mindenképp a legjobbak között maradni. Szerencsére jött egy lehetőség, hogy a Fehérvár engem megkeresett, így ideigazoltam, és most itt vagyok velük. Ez a két éves szerződés azt hiszem, hogy megérdemelt, és hát várjuk bizalommal, mert ez bizalmi kérdés is, tehát nyilván be kell épülned, aztán lesz erre mód és lehetőség. Arról nem beszélve ugye, hogy 20-as válogatottként azért remek sikereket értetek el, hiszen ti voltatok azok, akik feljutottatok az A csoportba, ha jól emlékszem. Tehát azért az már a múlt, viszont előtted a jövő. Orsolyáról pedig azt kell tudni, hogy azért a Rasmussenéra egyik felfedezettje, tehát az ott vagy tűz közelben, és hát az indulásnál már tudtuk, hogy rendkívüli tehetséges balszélsővel gazdagodott a magyar kézilabda, hiszen Moson, Magyaróvár, Győr, Vác érintésével ezt tapasztaljuk hétről hétre. Milyen ez a mostani Alba-Fehérvár? Mikor ideigazoltam, most már ez a harmadik éve, hogy itt vagyok Fehérvárba, azt gondolom, hogy igencsak fiatal és rutintalan voltam, és én úgy gondolom, hogy itt teljesedtem ki, mint egy stabil NB1-es játékos, illetve ugye azon küzdök, hogy most már egy stabil válogatott játékos is legyek. Az első évben szerepelhettünk nemzetközi kupában. Azt gondolom, hogy ez nagyon sok tapasztalatot adott nekem, és egészen más nemzetközi porondon szerepelni, úgyhogy abból mindenképp nagyon sokat tanultam. Aztán a következő évben ugye ez nem sikerült, viszont egyedül maradtam a posztomon, ami azért nehéz volt, mert fizikálisan igencsak megterhelő volt már a végére. És azt gondolom, hogy igenis kell mindenki mellé egy-egy játékos, aki előre viszi, és ez motiválja is, illetve egy egészséges verseny. Úgyhogy én most nagyon örülök, hogy ketten vagyunk a posztomon Szarka Adriennel ebben az évben. Azt gondolom, hogy jó hatással vagyunk egymásra. Ez a harmadik év, azt gondolom, hogy ebben az évben jobban szereplünk, mint a tavalyi évben. Összeért a csapat mindenféleképpen. Azokat a meccseket, amik tavaly esetleg kérdésesek voltak, azokat idén mind hozzuk.
illetve sikerül egy-két meglepetés pontot is elcsípnünk. Viszont most nagyon nehéz mérkőzések várnak ránk, és hogyha ezeket tudjuk abszolválni, akkor nagyon szép helyezést érhetünk el itt a bajnokság végére. Viszont nagyon erős a középmezőny, mint látszik, most is mi vagyunk a hatodikak, viszont a hetedik és a nyolcadik csapat mögöttünk egy-egy ponttal van. Viszont előttünk az ötödik csak négyel. Tehát azt gondolom, hogy a magyar bajnokságban ez a középmezőny, ez egy nagy kérdőjel mindig, ami viszont nagyon jó a magyar kézilabdának, hisz ebből a középmezőnyből válogat Kim Rasmussen is, és fontos, hogy minden héten éles meccset tudjunk játszani. Hát igen, mert azért tegyük hozzá gyorsan, és természetesen most már a rajzról fogunk beszélgetni, hogy a válogatási lehetősége Rasmussennek is elég nehézkes, hiszen a Győrben alig játszik magyar válogatott szintű játékos, a Fradi az rendben van, a Siófokban egy magyar sincs, a Érdben ketten-hárman, és értelemszerűen ezért kinyílik az olló. Ebben az értelemben viszont megvan a lehetőség mindenki számára, hogy a válogatott keretbe bekerüljön, hiszen most is ott vagy a B-keretben, de abból még felfelé vezet az út. És még arról beszéljünk egy kicsit veled kapcsolatban, hogy azért az eredményeken túl a legfontosabb, talán ezt bizonyítja a férfi kosárlabda csapat és a női kézilabda csapat szurkológárdája is, a legfontosabb a szurkoló szeretete. Fontosak az eredmények, és ugye az, amikor csak nem 80 gólt lőttél, beléd szerettek a szurkolók, nem is csoda, hiszen egy mosolygós szemű balszélső az mindig csoda. És ugye a Fanatex, ami remek szurkológárdánk, pedig az év játékosának választott. Úgyhogy utólag már egy évvel később, de azért gratulálok. Nagyon szépen köszönöm. Időközben megérkeztünk a rajzhoz. Ugye amikor azt mondtam, hogy Székesfehérvár sportváros, akkor nagyon fontos, hogy generációk nőttek fel úgy, hogy a legfontosabb sportokat, és itt akkor az imént már elmondtam, labdarúgás, jégkorong, kosárlabda, kézilabda, folyamatosan van egy törzsközönség, és fontos, hogy egyrészt ezt a sportot válasszák, másrészt pedig a fiatalok ezt nézzék. És innét jött a gondolat. Így van. Hát idén már 6. éve, hogy elindítjuk a rajzpályázatot, és azt kell, hogy mondjam, évről évre nagy sikere van a gyerekek körében. Két korcsoportot céloztunk meg, a 6-tól 9 és a 9-től 11 éves kor, 14 éves korig várjuk a rajzokat. Hát a gyerekek minden évben nagyon szívesen rajzolnak, szeretik a sportolóinkat, Borsit is szívesen lerajzolják minden évben. Úgyhogy nagyon várjuk a gyerekek rajzait. Az idén 3 témában indítottuk el a rajzpályázatot. Egy napom kedvenc kosarasommal. Sport, egészség, húsvét, mivel ugye lassan közeledik a húsvét, és életem kézilabdázóként. Időközben megmutatom ezt a kamerának. Ez itt a mi remek plakátunk. No, az előző 5 rendkívül népszerű volt. Tehát mi magunk is tapasztaltuk, beszélgettünk róla, aztán utána megmutattuk ezeket az alkotásokat, és az a fontos, hogy a gyerekek valóban ragaszkodnak ezekhez az alapsportágakhoz. De mi a feladata egy sportolónak szerintetek abban, hogy a gyerekek, akik még nem jöhetnek el, tehát igazából nem élvezhetik azokat öpörtjük, tehát 6 évesen még felesleges, de valamilyen módon már el kell őket ragadtatni, kicsit, hogy a későbbiekben ezt a sportot válasszák. Mi mindent kell tennétek a hétköznapokon, azon felül, hogy természetesen, hogy ezekes remekül játszotok, szerintetek a mai magyar társadalomban, hogy egyre több srác, meg kicsi lány sportoljon? Azt gondolom, hogy nem csak a pályán, de az életben is példát kell nekik mutatnunk, mivel hogy ők felnéznek ránk, ezért amit teszünk a magánéletben, vagy amit látnak tőlünk esetleg az utcán,
vagy egy bevásárlóközpontban. Én nagyon sokat szoktam velük találkozni, legutóbb például hazafele sétáltam, amikor az általános iskolából három kicsi gyerek szaladt oda, és csak mondta, hogy szia Orsi, anyukájunk, meg azt sem tudta, hogy éppen merre szaladnak, és ez nekem nagyon-nagyon jól esett, és nagyon jól is esik mindig, amikor ilyen van, de azt gondolom, hogy én bármit teszek, ők azt látják ugyanúgy, mint ahogy egy gyerek látja a szülőt otthon, és ők azt megpróbálják vagy leutánozni, vagy hát ugye példának állítani. Szóval nagyon fontos az, hogy hogyan példát mutassunk az életben is nekik, nem csak a pályán azzal, hogy tisztességesen játszunk és küzdünk, hanem úgy is kell élni, hogy ők azt példaként állíthassák maguk elé. Jó egyébként példaképnek lenni, Balázs, miként látod? Hiszen az utcán nyilván megszólítanak. Tehát a 213 centi az önmagában is. Akarva akarva felnéznek rám, ugye ez most egy gyenge vicc volt, de persze, hogy lehet itt eredményekről beszélni, edzésről, stb. De szerintem egy sportoló életében egy sportolónál többet nem kíván saját magának, mint hogy ilyen pillanatokat átéljen, hogy egy gyerek, akár egy felnőtt, vagy egy bármilyen korosztályú ember felnézzen rá. Akármi sportoló, és talán még fontosabb, mint ember, ugye civil ember. Tehát nekem is volt megtapasztalásom, hogy mondjuk másnap meccs után láttam Facebookon, hogy egy kisrác vagy kislány is feltett velem képet, volt egy saját profilképet, tehát be rólam készült képet. Tehát elég nagyobb öröm, nem igazán volt még nekem is sportolói pályafutásom során, bármilyen eredményet félretéve, úgyhogy azt hiszem fantasztikus. A marketing szempontból a legnehezebb megszólítani a kicsiket, hiszen őket a szülőkön keresztül lehet igazán, az egyik oldalról ott van az eredmény, a másik pedig vonzóvá tenni. Én azt gondolom, hogy olyan személyiségeket invitáltál meg, hála Istennek most ide közénk, akik megfelelnek ezeknek a cseppet sem könnyű kritériumoknak, mert az a 21. században felgyorsult a világ, de ha ránézünk Percéder Orsolya mosolygós szemére, ugyanez vonatkozik a Balázsra is, bár furcsa, amit mondok, de ettől még így van, az azt hiszem, hogy fontos a kiválasztás is. Mennyire nehéz marketing szempontból megszólítani a fiatalokat? Megmondom őszintén, 6 évvel ezelőtt, mikor megfordult a fejünkben, hogy elindítunk egy rajzpályázatot, az motivált, hogy a mai gyerekek nem rajzolnak sajnos. Mert ugye telefonjukat babrálják szinte egész nap, és ellaposodott az, hogy ők most rajzoljanak. És ebből kifolyólag találtuk ki ezt a rajzpályázatot, hogy igenis ültessük le a gyerekeket az íróasztal mögé, és álmodják meg azt, amit gondolnak a játékosról. És olyan csodálatos rajzok születtek, hogy mi is csodálkoztunk, hogy milyen színes a fantáziájuk, és azt kell, hogy mondjam, hogy évről évre sokkal, sokkal több rajz érkezik be hozzánk ezáltal, hogy rajonganak a sportolóinkért a gyerekek. Tehát ez visszaköszön. Ugye együvé tartozik az Albafehérvár, jó név egyébként, hadd ne mondjam, sokatszor. És ilyenkor miként kell a klubon belül feltörekvő kicsikkel foglalkozni? Figyelnek-e rátok, figyeltek-e rájuk? Abszolút, nekünk meg szezon elején volt egy ilyen ovis kosár délelőtt mondjuk, amikor a legkisebbek rossz volt az egész délelőtt, és mi nagyobb csoportokra voltunk osztva, és a kicsikkel foglalkoztunk. Kivételnék az összes gyerek, mintha valami istent látott volna, úgy nézett fel az összes NB1-es játékosra, és abszolút követte összes mozdulatunkat, lépésünket, mi meg nagyon büszkén adtuk át tudásunkat, mutattuk nekik a feladatokat. Ezen kívül voltam még egy eseményen, egyik általános iskolában voltam, ahol szintén gyerekekkel foglalkoztunk, ott is ilyen sorversenyek voltak, ilyen amiba játékokat játszottunk velük, különböző ügyességi játékokat, sorversenyeket, és a végén pedig hasonló plakátokat írtunk alá, pedig álltunk. Egyik kisgyerek nyújtotta a kezét, azt mondja, a pulcsimat írd alá. Mondom, a pulcsidat? Mondom, vadjuk lesz pulcsi. Annyira mondom, nem lesz mérges. Azt mondja, írjad. És onnantól kezdve még vagy 20 gyerek összefekelte az új farmerét, új pólóját, és lelkesen jöttek oda. Ez remek történet. Mi minden karácsonykor összehívjuk az egész utánpótlást, és olyankor együtt játszunk, így a szeretet ünnepén a nagyok meg a kicsik. Ezt nagyon szokták élvezni, és én azt gondolom, hogy ez nagyon jó ötlet, mert kell nekik, hogy kontaktban legyenek velünk. A nagyobb utánpótlás játékosokra tekintve sokszor előttünk edzenek,
tudjuk, hogy milyen eredményeket értünk el, nagyon sokszor edzés után direkt megdicsérjük őket, hogy hallottuk, hogy egy-egy mérkőzésen a hétvégén nyertek, és nehéz ellenfél ellen, és azt gondolom, hogy nekik ez nagyon sokat jelent, hogy így szemmel tartjuk őket, illetve akik nálunk fenn vannak fiatalok, nekünk, mint azért rangidőseknek kötelességük is, de egyszerűen az ember egy idő után nem tudja ezt félretenni, és segíteni akar neki, tanítani akarja, meg szeretné osztani azt a tudást, ami bennünk van, és azt gondolom, hogy ők ezt szívesen veszik, és abszolút fejlődnek, odafigyelnek ránk, ami viszont nekünk esik nagyon jól. Ez egyfajta misszió mindenképpen. No, tehát akkor beszéljünk a témákról. Egy napom kedvenc kosarasommal. Ez ki lesz a kiválasztott? Vagy pedig maga a győztes adott esetben választhat? Vagy? Nem, ezt úgy képzeltük el, hogy itt a gyerkőc, aki ugye rajzol, ő kiválasztja, hogy számára kivel lenne szívesen egy napot. És mondjuk kitalálja, hogy Peringer Balázs az, és lerajzolja azt, hogy hogy tölteni el egy napját Peringer Balázssal. Oké, ez nagyszerű. Kíváncsi vagyok. Sport, egészség, húsvét. Hát a húsvét az rendben, még a sportmajál is előtt van, ahol szintén fognak találkozni veletek nyilván. Sport, egészség, húsvét. Igen, ez elég tág ez a fogalom. Ezt úgy képzeltük el, mivel hogy az idén is mögénk állt a Patika Plusz gyógyszertár, ők ugye az egészségre törekednek. És ezért csempésztük bele ebbe a címbe az egészséget, hogy hogy étkeznek egészségesen a gyerekek, hogy sportolnak, és ez mellett hogy töltik a húsvétot egészségesen, sportosan. És életem kézilabdázóként. Igen, ez kicsit olyan lesz, hogy na most én akkor azt gondolom, hogy felébredek, mint Percéder Orsi. Lelkem jobbik felével reggelizem, majd ezt követően edzek, ebéd, és a többi, azt megint edzek, és így tovább, így és van. Így tovább. Tehát igen. Ennyi? Igen. Nagyszerű. No, és akkor nézem, hogy az értékelés pedig a csapattagok fogják. Igen, mi az alapja ilyenkor az értékelésnek? Ezt kérdezem tőled, de utána mindenkitől, hiszen akkor benne lesztek ebben az értékelősdiben. Ez úgy zajlódik, hogy kiállítjuk ezeket a pályamunkákat az Alba Régia Sportcsarnok aulájában, és kinevezünk egy napot, mikor ráérnek a kézisek is, meg a kosarasok is, ilyenkor összejönnek, és kiválasztják a számukra megfelelő rajzokat, amik nekik is megtetszenek, és akkor ilyenkor ilyen kis klub délután szerűen megszületik az első, második és a harmadik helyezet. Nagyszerű. Ugye a technikáról beszéltünk, hogy bármilyen technikával készült. Igen. És itt valóban én azt mondom, hogy itt nem a szépség a lényeg, hogy ki milyen technikával, a szülői segítséggel láttani gyönyörűséges rajzokat, de nem volt szép látvány, mert hogy azt nem a gyermek csinálta. Ti milyen rajzokat vártok? Mit gondoltok ennek a pályázat témái tükrében? Hát én azt gondolom, hogy nagyon kifejező rajzok lesznek, és ettől lesz nagyon érdekes. Nem is ugyanezt akartam én is mondani, hogy nem feltétlenül a mi elbírálásunk a legszebb, hanem inkább ami a legtöbbet mond, ami a legkülönlegesebb. Tehát amire ránéz az ember, és azt látja, hogy ennek a gyereknek tényleg az a vágya, hogy azzal a kézilabdázóval, vagy kosárlabdázóval hintázon a játszótéren. És azt gondolom, hogy ez abszolút megmosolyogtató, és abszolút egy nagyon aranyos gesztus, és lehet, hogy van egy másik rajz, ami kivitelezésben sokkal szebb, de mégis nekem inkább azok állnak közelebb hozzám, amik így többet mondanak. Tehát Peringer Balázs zsákol, orsolya bevetődve, fölsőbe, mint most a Sasznadin, a legszebb BL gól lett. Tehát egy ilyen rajzot én is szívesen néznék, és nem baj, ha nem jó, csak legyen ugyan eredmény. A korcsoportok a 6-tól 9 évesig, ez nyilván az alsósok, igen. És a 10-től 14-es a felsősök, és egy A4-es, ami ekkora, tehát nem kell lennie nagyobb, igen. Szerintem sem. És ugye a technika pedig grafit, színes ceruza, filctól, zsírkét, tehát jószerűvel minden. És azt hiszem, hogy itt az egyszerűség is a szépség. No, beszéljünk a díjazásokról. Ugye három korcsoport van, mint a három korcsoportban első, második, harmadik helyezett van,
Itt az első helyezett egy dedikált mezt kap, plusz családi belépőt, kosár és kézilabda részről is. A második helyezett egy dedikált póló, plusz családi belépő. A harmadik helyezett pedig egy családi belépő. És itt megjegyezném, hogy a Patika plusz gyógyszertárak 6 darab mobiltelefont ajánlott fel, valamint 10 vitamin csomagot. Ez remek dolog mindenképpen. Igen. Lehet beszélgetni a sportról. Igen, hát ez minden évben nagy siker a gyerekek körében. No, tehát a pályázati adatlaphoz hogy lehet hozzájutni? A honlapunkon fent van a rajzpályázatnak a leírása, és ott letölthető a pályázati adatlap. És ugye ezt minden rajz mellé kérjük, ezen szerepel a gyermeknek a neve, az iskolája, egy e-mail címet szeretnénk kérni, és egy telefonszámot, amin értesítjük a szülőket. Nem lesz kétséges, hogy rengeteg jelentkező, ez eddig is így volt, hála Istennek. No, hát én nagyon szépen köszönöm, hogy megtiszteltetek bennünket. Köszönjük. És hát mit kívánhatnék, ugye playoff előtt állunk, úgyhogy hajrá, még van hátra néhány forduló, úgyhogy fontos mérkőzések, és hát további szép napokat, és sok pályázót kívánok. Kedves nézőink, tehát újra rajzpályázat, az Albafehérvár kosárlabda és kézilabda csapatát lehet lerajzolni töpörtyüknek 6-tól 9, illetve 10-től 14 évig. Beküldési határidő április 29-e az hétfő, amikor elbírálják, az május 2-án lesz, és utána mindenki megkapja az értesítést, nincs kétségem felőle, de kérem, ne feledjék, ez nem versenysport, itt mindenki győztes. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép estét, minden jót, viszontlátásra!